Május 10-én Komáromban is megnyitották kapuikat az általános iskolák felső tagozatai és a középiskolák. Az iskolakezdés mindenhol zavartalan volt, a hiányzások száma még az ilyenkor szokásos mértéket sem érte el. Valóban közel két hónap után megjöttek a felső tagozatosok is. Nálunk nagyon kevés gyermek az, akit szülői féltésből otthon fogtak. 6 gyermek van mindösszesen az alsó és felső tagozaton egyaránt, aki otthon maradt, de őnekik valóban komoly egészségügyi problémáik vannak, illetve sajnos olyan gyermekünk is van, aki a Covid vírust elkapta korábban, és annak a szövődményeiből még nem épült fel. Egyébként szinte teljes létszámmal működünk, nagyon várták a felsősök is azt, hogy visszatérhessenek, de nagyon sok szabályt még be kell tartani. A március 5-e előtti, szeptemberben bevezetett járványügyi intézkedések ugyanis nem változtak, melyet a diákok fegyelmezetten betartanak. Továbbra is kötelező a lázmérés, a fertőtlenítés és a távolságtartás. A közösségi tereken maszkot kell viselni. A testnevelés órák a jó időnek köszönhetően az udvaron zajlanak. A digitális oktatás jól bevált, de a közösség szempontjából fontos a jelenlét. Nehéz az elmúlt két hónapot behozni, annak ellenére, hogy nagyon sok órát online tartottak meg a kollégák, de mindannyiunknak az a véleménye a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt, hogy az oktatást azt nem lehet a digitális térbe tenni, az egy személyes találkozás. Az érettségi első hete után valamennyi komáromi iskola, köztük a Jókai Mór gimnázium is szinte teljes létszámmal kezdte meg a hagyományos jelenléti oktatást. Itt elsősorban nyilván a szociális kapcsolatrendszer, a szociális készségnek a fejlesztése az, ami most egy kicsit jobban rá kell fókuszálnunk. Ugye hát 6 hónapig otthon voltak. Valakinek ez nehézséget okozott, aki nem olyan motivált a tanulásban, nem tudta beosztani az idejét, és hát így volt egy-két tanuló, aki problémás is ebből a helyzetből, tehát a tanulmányait tekintve. De ellenkezőleg voltak olyanok is, akik tehát nyilván az elszántabb a tanulással szemben pozitívabban hozzáálló fiatalok, akik meg szeretnek egyedül tanulni, és a segítséget, tehát ez folyamatosan, én úgy gondolom, hogy nagyon kiműveltük magunkat itt az IKT területében, és sikerült nekik ugyanígy az ismeretanyagot átadni, de ez nem az igazi, az embertársas lény, és a nevelés az pedig egy jelenlétben valósulhat meg. Még tanulni, leülni a könyvek mellé, ha valaki önállóan tud, akkor az működik, de az egyéb, amire az embernek szüksége van, az a jelenléthez kapcsolódik. Az elmúlt időszakban sok minden kimaradt a fiatalok életéből, a jövőben az egynapos osztálykirándulások és ballagások megtarthatók. 2-szer egynapos kirándulás lesz, és ez mindenképpen a természetben. Tehát a lényeg, hogy együtt legyenek a fiatalok kint a szabadban, közösségi programot tudjanak bármifélét szervezni, tehát ez lesz nálunk. A ballagás kapcsolatban még határozott döntés még nem született meg az iskolában. Mi a megszokott időben, májusban a lehetőségekhez mérten, amit tudtunk, megtettük, és egy kis filmet állítottunk össze búcsúzóul a végzős diákoknak. Közeleg tehát az év vége. Ez az időszak a jegyek lezárásáról és a számonkérésekről szokott szólni. Idén mindemellett a tanulmányi lemaradásokat is be kell hozni. Viszont van, ami legalább olyan fontos a következő 5 hétben, mint a tanulás. Ez nem más, mint a diákok mentális állapotának a felmérése, a szeparációs magányból eredő problémák kezelése, valamint a közösségformálás.